Harmadik alkalommal szervezte meg a Veszprém megyei önkormányzat a Bakony-Balaton gasztró ünnepet. Az egynapos fesztiválnak idén is a Csopaki strand adott otthont. A rendezvény keretében Nyitra és Kovászna megyék küldöttségeivel együtt összesen 12 csapat főzött gombás ételeket. Szakmai előadásokon lehetett részt venni, ahol egyebek mellett az erdőgazdálkodásról, természetvédelemről, valamint a vadászatról és vadgazdálkodásról volt szó. Délután Ambrus Tibor Csopak polgármestere nyitotta meg a rendezvényt, méltatása mellett örömét fejezte ki, hogy ismét Csopak ad otthont a fesztiválnak. Itt került sor a Tiszta és Virágos Veszprém megyéért című közterület szépítési verseny megyei díjainak átadására is, amin Csopak község is a kiváló minősítésben részesült. Végül a szakmai zsűri kihirdette a főzőverseny eredményeit. Tehát külön díjat kapott, győzött, a Csopaki ötös fogad! Külön díjat kapta. Gyere, fogad, hiszen futva támad a győztes. Jöjjenek a többiek is nyugodtan. A vasnaps marad. A mai nap azért jóval könnyebb volt, mint a tegnapi, hiszen most nem szervezői voltunk, csak a házigazdái és a helyszínt biztosítottuk. A megyei önkormányzatnak a rendezvénye ez már második alkalommal. Mi a csapatunkkal vettünk részt a főzőversenyen, illetve most volt a Virágos Veszprém megyei díjátadó is. Kiváló eredményt értünk el, erről kaptunk egy oklevelet is, úgy nagyon büszkék vagyunk rá. A főzőversenyen pedig külön díjat kaptunk, úgyhogy azt hiszem, hogy teljes siker volt, és azt hiszem, hogy büszke vagyok a kolléganőkre is, mert egy kiváló ételt készítettek. Hát én úgy gondolom, a szarvasgerinc az már eleve különlegesség, hogy itt a helyszínen van megcsinálva, és mindenféle különleges konyha technológia nélkül, hanem itt valóban mindenki szeme láttára készül el. Annyi volt benne a különleges talál, hogy tegnap este beleforgattuk egy ilyen zöldfűszeres, színesborsos kéregbe, és itt meg a helyszínen lett kisütve. A krumpli pogácsával bele lett keverve egy kis pirított szalonna kockák, illetve lilahagyma, az erdei gombát, meg egy tejszínes erdei gomba, vegyes erdei gomba mártás készült. Elkezdődött a szeptember, iskola van, tehát ilyenkor azért viszonylag kevés ember keres fel minket. És azt veszik, hogy a megyéből rengetegen idejöttek, nem csak a versenyekre, hanem a meghirdetett programokra is, amik most is zajlanak, meg késő estig fognak, azok mind-mind egy gyönyörű szép stranddal találkoznak, sokan voltak, mondták, hogy életükben először most jöttek ide le, 22 fokos a Balatonvíz, fürödni lehet benne. És azt hiszem, hogy ennél jobb hátteret, vagy ennél jobb helyszínt egy ilyen rendezvénynek nem lehet elképzelni, és erre büszkék lehetünk mi csopakiak, hogy rendezhettük. Sőt, most próbálok arról tárgyalni Polgár Imre úrral, hogy lehet, hogy ez egy hagyományteremtő rendezvény lenne, és akkor a Veszprém megyei önkormányzat szeptember 2. hétvégén ezt a rendezvény mindig a mi Happy End rendezvényünkkel együtt akkor meg tudná tartani. A családokat táncház és játékos programok, valamint koncertek is várták.